a köztér valamennyi nézőjét műsorunk interaktív hívhatnak minket adásunk ideje alatt az 516-110-es telefonszámon. A témánk felvezetője pedig folytatódhat a fűtés per január 17-én a bíróságon jártunk, a per témája pedig a költség megosztókhoz kötődik, jöjjön az összeállítás. Szabó Melinda azt mondta, a szövetkezet ahelyett, hogy a problémát orvosolta volna, véleménye szerint lobby érdekeket érvényesítve vezette be a költségmegosztókat az épületükbe. Mint mondja, a szövetkezetnek értesítenie kellett volna a Szép Hő Zrt-t és a Techem Kft-t a fűtésváltozások kapcsán, és ez alapján kellett volna a számlákat kiküldeni a lakók részére. Szabó Melinda több kritikát is megfogalmazott. Ami nagyon aggályos az az, hogy tulajdonképpen a közösség, a lakóközösségnek kellett volna dönteni az ügybe, hogy kérje a költségmegosztók felszerelését. Ezt a szövetkezet a bizonyos mértékig félrevezetéssel, a hiteltelen tájékoztatással, azt a tájékoztatást küldte a tagoknak, hogy a fogyasztott, valóban ténylegesen elfogyasztott hőenergia után fognak számolni, ami az én megítélésem szerint ez nem áll. Azon kívül bebizonyosodott, hogy a távfűtésről szóló a törvény 43. szakasza az kimondja azt, hogy hiteles mérő alapján kell a fűtésszámlákat kiállítani. A nő elmondta, azért indított pert, mert hiába fordult a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, valamint a kormányhivatalhoz és az ombudsmanhoz is annak kapcsán, hogy a szövetkezet több ponton is megszegte a törvényt. Azonban a felperes Szabó Melinda az iratok ismertetése után úgy döntött, hogy határidőt kér a keresetével kapcsolatban, így a tárgyalást szerda délelőtt elhalasztották. A mai tárgyaláson annyi történt, hogy tanácsadásra tekintettel az újabb eljárójó ismertette az iratokat, majd ezt követően kiosztotta a bizonyítási terhet, tehát tájékoztatta a peres feleket arról, hogy milyen tényeket kell bizonyítaniuk a felperesnek a keresete körében, az alperesnek a védekezése körében. Ezt követően a felperes úgy nyilatkozott, hogy határidőt kér arra nézve, hogy átgondolja a keresetével kapcsolatos álláspontját és a bizonyítási indítványait előterjesztve. Erre tekintett a tárgyalás elhalasztására került sor. Nem került kitűzés az újabb tárgyalási határnap, éppen arra tekintettem, mert a felperes úgy nyilatkozott, hogy át kell gondolni az egész perindításának az alapját, tehát abban sem biztos, hogy feltétlenül fenntartja a keresetét. Éppen ezért az újabb tárgyalás kitűzésére nem került sor, mert a felperes úgy nyilatkozott, hogy át kell gondolnia az egész perindításának az alapját, tehát abban sem biztos, hogy fenntartja a keresetét. Stúdiónkban pedig köszöntöm Szabó Melindát, szövetkezeti tagot. Kérem, adjon egy összegzést akkor a szerdai történésről, meg egyáltalán ugye a perről, perekről és az aggályokról. Hát a szerdai fűtésper az arra irányulna, hogy a mi lakásunkban 6 négyzetméterre, 6 köbméteres légköbméteres területen van fűtés. Ennek ellenére nekem a szövetkezet igazgatósági határozatai alapján a Techem kiszámolás, a Techem által végzett kiszámolás alapján kiküldenek a körülbelül 24-25 ezer forintos havi fűtésdíjakat. Ebben a perben nagyon sok bizonyító okiratot adtam be, de mivel keresetnél a bíró ezeket nem tudja figyelembe venni. Nekem kellene egy olyan jogerős ítéletet, bíróság által kiállított jogerős ítéletet biztosítani, hogy a szövetkezet nagyon sok pontban megszegte, megtévesztette, félretájékoztatta, sőt, mi többre kényszerítette a tagságot is a költségmegosztó felszerelésébe. Ezeket a dokumentumokat szerintem nagyon sok bizonyító erejű dokumentumot benyújtottam, csak a bíró ezeket nem veheti figyelembe ebbe a perben. Az egyik legnagyobb probléma az. A megtévesztés tipikus jele az, hogy például most 2017 őszének a végén derült ki az, hogy velünk olyan pályázatot irattatott alá a szövetkezet, amiről a pályázatban foglalt dolgokat nem adta meg a hiteles tájékoztatást,
kockáztatás, tehát senki nem tudta, hogy 2021-ig fenn kell tartani a költségmegosztókat. Tehát olyan pályázatot irattattak alá a tagokkal, a tudtuk nélkül. Tehát lényegi információk tudta nélkül. Nem. Tehát a pályázatba nem engedtek belenézni, mert titkos. Most már a szövetkezet azt is állítja, hogy nem is ők készítettek a pályázatot. A kezemben van az önkormányzata egy olyan levél, amiben egyértelmű, hogy a szövetkezet készítette a pályázatokat. Tehát itt nagyon-nagyon sok aggályos kérdés merül fel, amelynek a tisztázását egy másik perbe kellene jogerősen meghozni ahhoz, hogy én a tőlem úgy érzem, hogy jogalap nélkül olyan szolgáltatásért kérnek be tetemes összegeket, ami én nem veszek igénybe, tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között horribilis különbség van. Mert egyébként van erre lehetőség, hogy ne vegye igénybe? A szövetkezet által hozott 24/2009-es számú igazgatósági határozatok alapján részlegesen le lehetne szerelni és szüneteltetni a radiátorokat, de a szövetkezet most már itt is teljesen mást állít. De hát amikor ő még leszerelte a radiátorait, akkor ez az igazgatósági határozat még mindig érvényben van. Azon kívül azt is aggályosnak tartom, hogy valóban hogy mennyire megtévesztették és félretájékoztatták a tagságok. Azt mondták, hogy alapelvünk a fogyasztott hőenergia mérése, ténylegesen fogyasztáson alapuló elszámolás. Ez szerintem egyáltalán nem áll fent. Hogy mennyire bele lettünk kényszerítve, már azt is bizonyos mértékig bizonyítottunk, hogy nálunk május 12-én hoztak ki egy szavazólapot, ami alapján el kellett volna dönteni, hogy kérjük-e a termes költségmegosztókat. Közben megfenyegetnek bennünket, hogyha nem engedjük felszerelni akkor büntetéses fűtésdíjat fizetünk. Nem tudjuk, hogy ki írta alá, mikor, hogyan, merre, meddig, de már május 21-én kiértesítenek arról, hogy 30-án jönnek szerelni. Azon kívül Hogyha jól látom, elnézést, csak ez ugye a nézők számára annyira nem látható, hogy mindegyiken van egy ilyen pecsét, tehát ezeket benyújtotta már a bírósághoz. Igen. Azon kívül most a 2017-es tehemes botrány után, hogy kiderült az, hogy 2021-ig fenn kell tartanunk, a tehemmel folytatott levelezésből derült ki, hogy a tehem elméletileg Németországban, én egy fordítóirodának egy fordítását láttam, hitelesítőirodának egy fordítását láttam, hogy valamilyen engedélyeket szerzett Németországban ezekre a költségmegosztókra, de ezek nem hiteles mérőeszközök. Ezek csak egy olyan eszköz, amivel nem tudjuk, hogy hogyan a tehen bizonyos számolásokat végez. Aki egyébként szerint erre kíváncsi, az októberi köztéradását visszakeresheti a YouTube csatornánkon, és ott mondjuk volt erről szó a tehen részéről. Itt 1998-ban már az elektronikus költségmegosztókkal rendelkezett a tehen, ennek ellenére nálunk 2000-es évek elején a pároloktatós költségmegosztókat szerelték fel, amelyek tulajdonképpen belettek tiltva 2005-be. A rádiós költségmegosztókra már 2003-ban elméletileg egy szabványosítási engedélyen rendelkeztek. Ennek ellenére a panelprogramos felújításoknál jelentős mértékben az optikai, tehát a digitális költségmegosztókat szerelték fel. Nem emlékszem, mert pontosan önnek lehet, hogy a fejében van, de talán erről volt szó, ezek mennyi ideig is jók, ezek az elemek? A tehemes ügyvezető igazgató Tófalvi György kéretlenül megjelent itt a köztér műsorban, és ő mondta, hogy 10 éves szavatosság van a lítium elemekre. Tehát a szövetkezet már, amikor velünk aláíratta a pályázathoz. Nálunk csak annyit tudattunk, hogy fűtéskorszerűsítés, ez alatt radiátorcseréket olyan tájékoztatást kaptunk, hogy radiátorcseréket hajt végre a szövetkezet. Tehát meg kellene tudnunk, hogy tulajdonképpen a pályázatban mi volt, a szövetkezetnek kellene igazolnia, hogy milyen információkat adott nekünk tájékoztatásképpen, és egy másik perben azt kellene eldönteni, hogy valóban a tagság félre lett vezetve, meg lett tévesztve, és bizonyos mértékig bele lett kényszerítve a költségmegosztók felszerelésébe. Azért tisztázzuk, hogy igazándiból végül is akkor ez a pályázat, ez a szövetkezet
területhez kötődik, mondjuk a TECHEM, ez egy részevője ennek a pályázatnak, nem ő írta a pályázatot, nem? Igen, itt tulajdonképpen én úgy érzem, hogy egy gazdasági lobby érdekeit képviselte a szövetkezet, méghozzá úgy, hogy a lakásszövetkezetek országos szövetsége 2000-ben létrehozott egy alapítványt, ez a LOSZ, a otthonunk nevű alapítványa, és ez az alapítvány van, ahol a TECHEM vezérigazgatója Túlfalvi György kuratóriumi elnök lett. Ezen az alapítványon keresztül a TECHEM érvényesíteni próbálta a lakásszövetkezetek lakóira az ő gazdasági érdekét. És az én megítélésem szerint a lakásszövetkezet vezetősége ezt kiszolgálta. Nem a mi tagi érdekeinket vette alapul, mert óriási összegeket emésztett fel a költségmegosztóknak a leolvasása, a költségmegosztók megvétele, több száz milliós felújítási pénzünk ment el a TECHEM-nek, részbe a költségmegosztók megvásárlásáról, részbe pedig a leolvasásra. A pályázata kapcsolatban Liszt Ferenc felügyelő biztosunk a következőket írta, valamilyen pályázati konstrukciót alkalmazott a szövetkezet, csak ez a valamilyen, ez a lényeges, hogy a szövetkezetben van olyan háztömb, amely ugyanebben a panelfelújításban, tehát ablakcserékben, épületszigetelésben részt vett, ennek ellenére a költségmegosztókat nem szerelték fel, tehát a szövetkezetben is van olyan háztömb, akkor megkérdezem, hogy miért tették kötelezővé bizonyos háztömbök esetében a költségmegosztók felszerelését, más háztömbökbe pedig annélkül is meg lehetett oldani. És Fehérváron is van egy csomó olyan társasházi lakás, amely a panel energiatakarékossági felújításokban részt vett pályázattal, és mégsem szereltek fel költségmegosztókat. Hát mert gondolom, ez függött ott az ottani döntéseken is, hogy a társasház tulajdonosai hogy gondolták, vagy akár mondjuk a szövetkezeti, kisebb szövetkezeti lakás tagok, a szövetkezet hogy fogadta el ezt az indulást. Én ezt csak ilyen kiegészítőként tettem. De könyörgöm, hogyha nem tájékoztatnak bennünket, hogy mi van a pályázatban. Hát mondom, hogy most 17-ben derült ki, hogy a pályázatban olyat, velünk, a mi nevünkben olyat írt alá Farkas, vagy nem tudom, hogy Farkas ügyvezetőigazgató, vagy nem tudom, hogy ki írta ezt alá, hogy mi vállaljuk azt, hogy 2021-ig a költségmegosztókat fenntartjuk. Ez abnormális. Ez az mondjuk az információ hiányra utal. Alapvetően ez még mindig a problémák közé tartozik, az önök által említett problémák közé tartozik az információ hiány? Vagy a tájékoztatás hiánya, vagy a tájékozatlanság? Én úgy érzem, hogy tulajdonképpen négy nagyon súlyos probléma van a lakásszövetkezetnél. Az egyik az valóban a vezetőségnek a hiányosságából erőteljesen fellóható tudatlanság, tehát a tagok nem tudják azt, hogy mi az, hogy SMS, mi az, hogy alapszabály, mi az, hogy szövetkezeti törvény, nem kapjuk meg a megfelelő lépcsőházi elszámolásokat. A szövetkezet mindent megtesz az ügybe, hogy a tagságot a hiteles tájékoztatástól elzárja. Ezzel tulajdonképpen megszegik a lakásszövetkezeti törvény több paragrafusát, ami most a cégbírósági törvényességi ügyekben sorozatban derül ki. A másik probléma a tudatlanságnál még talán azt is el kellene mondani, hogy a tagság részéről az is aggályos, hogy nekünk nincs meg a megfelelő jogi ismeretünk. Tehát ez egy annyira bonyolult ügy, hogy itt egy nagyon-nagyon jó jogi ismeretekkel rendelkező jogászra lenne szükség, hogy ezeket a szövevényes dolgokat végül is kibogozza. A másik probléma az, hogy akik kritikai hangot gyakorolnak a szövetkezettel szemben, azokat a szövetkezet vezetősége mindenáron próbálja ellehetetleníteni. Ez irányomra is vonatkozik. 2007-ben
az egyik tagtársunk, S. Edith tagtárs több eljárást is szeretett volna bebizonyítani, hogy szövetkezetni milyen törvénytelenségek vannak. A cégbíróságon, mivel nem vizsgálják a gazdasági dolgokat, ebből kifolyólag, tehát cégbírósághoz hiába fordulunk gazdasági dolgokhoz, a cégbíróság csak törvényességét vizsgál. És akkor kivizsgálja a gazdasági dolgokat? Hát az a probléma, hogy a NAV, szerintem a NAV-nak kellene, de a NAV-nál megkaptunk olyan információt, hogy a NAV csak jobbára azt nézi, hogy a társasági adót befizette, szövetkezett, vagy az adó kötelezettségének eleget tett, vagy az iratnyilvántartást megszegte. És akkor a cégbíróság ő mit néz? Arra majd egy picit később visszatérnék, csak hogy a négy dolgot tisztázzuk. Tehát az első az volt, hogy a tagság tájékoztatta információ hiányban szenved, akkor a kritikai hangot gyakorló tagokat mindenáron próbálják ellehetetleníteni. A harmadik dolog, azaz a tagság részéről mutatkozó apátia, ez részben annak tudható be, hogy nem egy tagtól hallottam azt, hogy ezt a vezetőséget képtelenség leváltani, ezek úgy bebetonozták magukat, hogy bármit teszünk, nem tudunk elérni, olyan összekütetésekkel rendelkeznek. Nekem határozottan más a véleményem, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy bármilyen hatalom végérvényesen be tudja magát betonozni. Mondjuk, hogyha nyilván tisztában lenne a tagság, meg látná ezeket a dolgokat, az egész tagságra gondolok én most itt, nyilván nem azokra, akik folyamatosan mondjuk pert indítanak, és próbálnak a saját igazuk vélelmében ugye fellépni, de azért tegyük hozzá, hogy biztos, hogy vannak érdektelen emberek is, aminek megint csak az információ hiány lehet véleményem szerint az oka, hogy nem is tudják, hogy most akkor mi lehet a probléma, vagy mi nem lehet probléma, hogy ezt ön hogy látja. Részben, de a negyedik nagy problémához kapcsolódik az anyagi lehetőségeink. Az a kis csapat, aki itt beszállt a ringbe, a mi anyagi lehetőségeink elenyészőek a szövetkezet 500 milliós gazdálkodásához képest, több mint 500 millió forintos évek gazdálkodásához képest. Tehát az, hogy a szövetkezeti tagság jelentős része előregedett, kispénzű nyugdíjas, akinek 500 forint sincs arra, hogy hónap végén nélkülözzön, mert a gyógyszereit is alig tudja megvenni. Vagy a másik probléma az, hogy nem tudjuk azt sem, hogy hány albérlő van az albérlő, pedig hát nyilván, hogy nem érdekli a szövetkezeti probléma. Tehát ez nagyon összetett dolog. Ami lényeges lenne az, hogy a tagságban azt kellene mindenképp tudatosítani, hogy szövetkezeti ügy az közügy. Mivel közügy, én úgy érzem, hogy a vezetőségnek a kritikát sokkal nagyobb tűrőképességgel kellene elviselni a tagság részéről. Hogy szövetkezetünk mennyire törvénytelenül működik, azt több cégbírósági eljárás is van is napvilágot látott, de például én szeretnék egy jegyzőkönyv, a cégbíróságról leadott jegyzőkönyvben az elnökünk azt állapította, hogy azt írja, hogy megállapította, hogy a küldőgyűlés összehívása a törvényes előírásoknak megfelelően került sor. Hát, ez melyik elnök volt, elnézést? Dávid Lajos elnök úr. Hát 2014-es botrányos küldőgyűlésre bebizonyosodott, ami elhúzódott 2015-ig, tehát 2015-ben lett jogerős az ítélet, és bebizonyosodott az, hogy szövetkezetünk egyáltalán nem a törvényi előírásoknak megfelelően hívta össze a küldőgyűlést. Ez annál is érdekesebb, mert Farkas Béla ügyvezetőnk ezen az küldőgyűlésen kijelentette, hogy lényeg az, hogy a küldőgyűlés, amióta a lakásszövetkezet működik, 1972. augusztus 2-a óta mindig a meghívott küldöttek vettek részt. Tehát maga az ügyvezető is elismerte, hogy 2014-ig, az megalakulásától kezdve a tagokat nem értesítették arról, hogy küldőgyűlést tartanak. Tehát a tagokat megfosztották a törvény által garantált tanácskozási, küldőgyűlésen lévő tanácskozási jogukkal. Tehát ez mind az bizonyítja, hogy törvénytelenül működött a szövetkezetünk.
A szövetkezetünk ügyvezetője, egyben a LOSZ Lakásszövetkezetek Országos Szövetségének is felügyelő biztosa. Farkas Tamás a LOSZ elnöke. Ő többször segítséget nyújt, több perben is kaptam olyan visszaigazolást, nem peres eljárásban, bocsánat, cégbírósági törvényességi eljárásban, hogy segítséget próbál nyújtani a szövetkezetnek. Hát itt van a 11-es küldőgyűlésen a következő kijelentést tette Farkas Tamás LOSZ elnök. Nem először vesz részt a rendezvényükön, mert a küldőgyűlésen figyelemmel kíséri a szövetkezet működését. A kiküldött anyag alapján az a véleménye, hogy tovább kell működni ennek a szövetkezetnek, akik ilyen elismerésre méltó munkát végeznek. Hát nekem az a határozott véleményem, hogy a szövetkezetünknél rengeteg törvénytelenség történik. Az, hogy ez a cégbíróság nem mondja ki, az nem azt jelenti, hogy nem áll fenn a törvénytelenség. És akkor ezt hova tudnak fordulni, vagy akkor egyáltalán ki ellenőrzi a törvényességet? A törvényességet a cégbíróság felügyelete alá tartozna a szövetkezet törvényes működésének az ellenőrzése. Ezzel kapcsolatban nagyon érdekes volt, Farkas Tamás úr kijelentette, hogy a lakásszövetkezeteknek már van egy jól működő törvénye, nem érthető, hogy miért akarnak ezen változtatni, de reméljük, hogy nem kerül sor erre. Ezt mindaddig egyfolytában ez hangzott el, amíg a 2015-től kezdve általam indított törvényességi eljárásokban sorba buknak el első fokon, másodfokon. Ez a sor dokumentum, ez csak a cégbíróságnál folytatott törvényességi eljárásoknak a peranyaga. Nekem ezt három példányba kell benyújtanom, tehát akkor ezt háromszorosa kellene elképzelni. Mi energiába, pénzbe kerül az, hogy összegyűjtöm az anyagokat, megpróbálok bizonyítékokat gyűjteni, cáfolom a szövetkezet alaptalan vágyait. De a szövetkezetnél ez az a probléma, hogy itt szintén a LOSZ ügyvezetőjéről, a LOSZ elnökének a nyilatkozatáról szeretnék egy részt felolvasni. Ő azt mondja, hogy azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy a székbíróságok hivatalból eljárást alig-alig kezdeményeznek a mulasztó lakásszövetkezetek ellen, csupán bejelentés alapján járnak el annyira, amennyire. Tapasztalataik szerint ettől a törvényességi felügyelettől a mulasztó lakásszövetkezeteknek különösen nem kell tartaniuk, e tekintetben kivételnek csak az éves beszámoló számon kérése tekinthető. Tehát látszik, ezt nem én állítom, hogy a cégbíróságok túlterheltség miatt nem tudják megfelelően ellátni a feladatukat. Tehát ha a tagság nem jelezi a cégbíróság fele a jogsértéseket, akkor a cégbíróság nem nagyon fog eljárni. Most azért én úgy gondolom, hogy nyilván van, aki járatosabb ezekben a dolgokban, meg szemfülesebben nézi, van, aki meg kevésbé járatos, és nyilván akkor nem is tűnnek fel neki, fel neki azok a dolgok, amik esetleg lehetnek. Bár mondjuk én itt adás előtt megnéztem, hogy a lakásszövetkezetnek az oldalán, az egyes számú lakásfenntartó szövetkezetnek az oldalán mi szerepel, ott azért föl vannak már töltve egy-két dolgok, bár mondjuk hozzáteszem, hogy például a Techem kis főre kattintva egy 2015-ös nyílt napnak a programja jelenik meg, de azért vannak olyan felületek, ahol meg 2017-es határozatok is, meg eredmények is vannak. Hát ez a mostani általunk indított peres és nem peres törvényességi eljárások eredményeképpen javul valamit a szövetkezetnél, de ez nem azt jelenti, egy csomó törvénytelenséget tudnék felsorolni kapásból. Ami nagyon lényeges az az, hogy szerencsére, amit itt a szövetkezet elvesztett a cégbíróságon, de első fokon, azt általában, amit nekem ítélt a bíróság, azt a szövetkezet megfellebbezte,
és az ítélő táblai végzések nagyon lényegesek. Itt az ítélő tábla több eljárás során is világosan leírta, hogy a lakásszövetkezetre vonatkozó bármely kérdésben a tisztségviselőtől tájékoztatást kérhet a tag. Ezt a tájékoztatási jogunkat a szövetkezet rendszeresen lábbal tiporja. A tag ezen törvény által biztosított garanciális jelentőségű alanyi jogosultságát, amely önmagából a tagsági viszony fennállásából fakad, az következik, hogy a jogosultság sem az alapszabályban, sem a szövetkezet szervezetének határozataiban nem korlátozható. A szövetkezet rendszeresen az alapszabályunkba ezt a jogot megpróbálja korlátozni. Ezt megmutatta egyébként már szövetkezetnél valakinek? Vagy hogy mennyire, hogy nyilván a Tettinger úr a szövetkezet ügyvédje adja be a szövetkezet beadványait a cégbíróságra. Tehát a cégbíróság a fővárosi ítélőtábla végzéseit megküldi a szövetkezetnek, tehát a rendelkezés állna, de hogy mennyire tájékozatlan még az igazgatóságunk is, az világosan mutatja, hogy az elnökünk, az egyik tagtársunknak írta, hogy az egyik válaszában, hogy sajnálatos módon a jelenleg eljár a székesfehérvári törvényszék megtagadva saját jogerős végzésének tartalmát, és azzal szemben fordulva a végzéseiben mindenféle irat kiadására kötelezi szövetkezetünket. Majd azt írja, az igazgatóság jogszerűen jár az alapszabály betartásával, amint erre már a küldőgyűlésen is utaltunk hasonló kérdésekre válaszolva. Hát a ítélőtáblai végzések világosan mutatják, hogy a alapszabály nem írhat felül egy törvényt, és ez a tájékoztatáshoz fűződő jogunk alanyi jogon jár bármilyen kérdésbe. Sőt, egy másik perbe azt írja a cégbírós ítélőtábla, bocsánat, amit a szövetkezetnek is kiküldtek, amennyiben a lakásszövetkezet igazgatósága, illetve ügyvezetője a tag lakásszövetkezetre vonatkozó írásbeli megkeresésére a válaszadást elmulasztja, vagy a feltett kérdése választ csak részben, vagy nem kielégítően ad, ezen magatartás törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására alapozó okot ad. Mindjárt innen folytatjuk, és befejezheti a gondolatot, csak közben jeleztek a kollégáink, hogy van egy telefonálunk, mégpedig Hegedűs Györgynét köszönhetjük a vonalban, üdvözlöm, ez itt a Köztér. Jó estét kívánok, Hegedűs Györgyné vagyok, Mikszáth Kálmán utca 3-ból. Itt a költségmegosztókról beszél a szövetkezeti tagtársam, Szabó Melinda. Ehhez csak annyi lenne nekem a hozzáfűzni valóm, hogy én egy másfél szobás 44 négyzetméteres, 100, nem tudom hány köb, na nem is ez a lényeg, egy ismerősöm 62 négyzetméteres lakásba, költségmegosztó nélküli meleg lakásba 1000 forinttal fizet többet, mint én, aki fagyoskodok. Köszönjük szépen. Köszönjük. De tovább akarom még mondani, mert az is fölmerült, hogy aki véleményt nyilvánít, azt igyekszenek elhallgattatni. Én is egyik személyi áldozata vagyok ennek is. Én 1985. augusztus 1-én költöztem ide a lakásba, miután a férjem meghalt. Két fiamnak a nevén van a lakás, Hegedűs György és Hegedűs László az én haszon élvezetemmel. Sajnos a Laci fiam 57 éves korában 2016-ban elhunyt. Na, nem is ez az érdekes, hanem az, hogy én nekem 85 augusztustól a számlák minden emberre jön. Minden. És akkor a szövetkezeti taggyűléseken, mivel én részt vettem, és több olyan dolgot fölhoztam, ami a szövetkezet vezetőségének nem tetszett a gyerekeimnek, 2015. március 11-i dátummal írtak levelet, hogy mivel ők, én nem vagyok szövetkezeti tag, mert nem tulajdonos, csak haszonélvező, bár ugye ez a papíron nem szerepel. Engem semmi kedvezmény nem illet meg a szövetkezeti részéről, hát nem tudom, hogy milyen kedvezményt kap a kis szövetkezeti tag, de az én gyerekem egyik se lakott egy napot se ebben a lakásban. Most tessék megmondani, ez...
85 meg 15 az hány év? Köszönjük És szépen. Akkor jutott eszükbe, hogy hát én nekem a számot befogják. Köszönjük szépen, hogy elmondta nekünk a véleményét. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én meg köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük. Hogy az elnök úr mennyire nem volt képbe, azt világosan mutatja nekem 2017. november 29-én küldött e-mailje, amiben azt írja, hogy 2017. 11. 28-ai igazgatósági ülésen nehezményeztem, hogy miért nem tudtam a levelemről, amelyben elküldtem neki azt a cégbírósági és ítélőtáblai végzéseket, amelyben mondták, hogy a tagnak mihez van joga. Miután elolvastam a számomra egyértelművé vált, hogy melyik az igazgató úrnak címzett levelem, mert az igazgató úr olyan kifogást emelt, hogy nem ad választ a feltett tájékoztatás kérő levélem, mivel két megszólítás volt, hogy tisztelt Farkas Béla ügyvezető, tisztelt Herceg elnök úr. Elköltött 610 forintot arra. Két, de nem csak nekem, más tagoknak is, hogy nem tudta eldönteni, hogy kinek kell választ adni. Itt van, világosan írja az elnök úr, hogy miután tudomást szerzett a levelemről, akkor számára, miután elolvastam, számomra egyértelmű volt, hogy melyik a nekem, és melyik az igazgatónak címzett kérdéskör. Mert nehezményeztem, hogy rengeteg postaköltséget, olyan értelmetlen leveleket küld ki a szövetkezet, amiben semmi jelentősége nincs, csak a kiadásainkat növeli. A válaszra kiadott 610 forintos költség az felelőtlenség volt. Továbbá kihangsúlyoztam, hogy az ítélőtábla azon pontját, az írásban feltett kérdésekre vonatkozó vezetőség a válaszadási kötelezettsége terheli, tehát mindenképp meg kell adni, és ez, hogy sem az alapszabályban, sem a szövetkezeti szervezeteinek határozataiban nem korlátozható. Tehát amit én leírtam, az elnök úrnak képese volt a cégbíró, hogy milyen ügyek folynak a cégbíróságból, és milyen végzések születtek, és hogy a szövetkezetnek mit kellene tennie. Ezen kívül még, ami nagyon érdekes, hogy amikor itt írta, hogy alapszabállyal nem lehet fölülírni, tehát be kell tartani a törvényeket. A mondataimat, kérésemet Tettinger István ügyvéd úr is nyomatékosította. Hát nevetséges, hogy Tettinger úgy van nyomatékosítja, mert itt vannak a cégbírósági végzések, és 17, tehát 15-től kezdve mennek a megállapítások, hogy jogszerűtlenül jár el a szövetkezet. Ennek ellenére Tettinger úr itt helyese, a cégbíróságra meg teljesen mást ad be. Nevetséges. Végezetül én azt gondolom, hogy még egy témakörbe mindenképpen fogjunk bele. Ugye az elején említette a problémahalmazt, hogy milyen problémahalmazok vannak. Ugye a hölgy is a költségmegosztók, illetve maga az információ hiányt is jelezte a betelefonálónk, hogy ez ő is tapasztalja, tehát nyilván azért többen vannak így. És a gazdálkodás volt, amire már érintőlegesen utaltunk. Itt a köztérben megszámlálhatatlanul sokszor foglalkoztunk már a lépcsőházi elszámolások, egyéb kimutatások. Ezt értette ide a gazdálkodás témakörében? Igen. A szövetkezet mindig azzal érvel, hogy könyvvizsgálót alkalmaz, ami alaposan átnézi a szövetkezet könyvelését. Ennek ellenére nekem külön pert kellett indítanom azért, hogy a szövetkezetnél önálló módon bevezetett számviteli politikai szabályzatot kiadják. Tehát mondom, cégbírósági törvényességét kellett elindítanom ahhoz, hogy 17-be hozzájussak. Az is érdekes, hogy a szövetkezet azt állítja, hogy 2002-12 között nem volt kötelező könyvvizsgáló alkalmazása a szövetkezetnél. Ez azért lényeges, de a szövetkezet alkalmazott 2002 és 2007, 2007, 2012, és megnevezi, hogy kiket alkalmazott könyvvizsgálóként a szövetkezetnél. Ez azért lényeges, mert 2005-ben milyen könyvvizsgálat folyt arra, hogyha a lépcsőházi felújítási elszámolásoknál az év előző évi záró és a következő évi nyitó összeg köszönő viszonyban sem volt egymással.
ez a számvételi politikai szabályzat, vagy számvételi politikai törvény alapvető dolga, hogy az évvégi zárónak egyezni kell a következő évi nyitóval. Vagy milyen ellenőrzés folyt úgy a szövetkezetnél, amikor szilveszter éjszakáján a lépcsőházi felújítási elszámolásokból szublimál, tehát elpárolog 500 ezer forint. Hát ezt a küldötteknek is észre kellett volna venni. Tehát itt, hogy milyen ellenőrzés, navellenőrzés folyik a könyvvizsgálói ellenőrzésekkel kapcsolatban, még annyit, hogy 2012 óta Szárszó Györgyöt bízták meg a szövetkezet könyvvizsgálójaként, ő működik. Sajnos 2014-es küldöttgyűlés volt az első, amikor a könyvvizsgálói beszámolót a küldöttgyűlésen kiosztották a tagságnak. Tehát nem is értem, hogy előzőleg hogy tudott a küldöttek szavazni, mert el kellett volna fogadniuk a könyvvizsgálói jelentést is. Ha nem csatolták a küldöttgyűlés anyaghoz, akkor tulajdonképpen a küldöttek hogy fogadták volna el? A Szászló György úr 17-ben, meg másik küldöttgyűlésen is azt a kijelentést tette, hogy ő tulajdonképpen csak a mérleg és eredménykimutatást vizsgálja. Hát ez két táblázat a szövetkezeti küldöttgyűlési beszámolóba. A NAV-val kapcsolatban pedig most indított törvényességi ügybe beadott szövetkezeti papírból derült ki, hogy a NAV ellenőrzések csak az adóbefizetéseket, adókötelezettségeket, adókötelezettség teljesítését, általános forgalmi adókat, tehát ezt nézik. Majd ebbe a cégbíróságról leadott papírból derül ki, hogy tájékoztatjuk a tisztelt cégbíróságot, hogy a NAV ellenőrzéseknek nem tárgya a lépcsőházi kimutatások vizsgálata. A lépcsőházi felújítási egyenleg könyvelésével kapcsolatban már megírtuk panaszosnak, hogy annak összeállítása megfelel a jogszabályi feltételeknek. Hát nekem csak a következő problémáim vannak, hogyha a lépcsőházi felújítási elszámolásokhoz csak perek segítsége által, per és törvényességi eljárások útján sikerült hozzájutnom, mert Farkas úr azt mondja, hogy igazgatóság kifejezetten megtiltotta a lépcsőházi részletes adatainak nyilvánosságért tételét elsősorban személyességi okokra tekintettel. Na már most, hogyha a szövetkezetnél lépcsőházi elszámolások vannak, és a lépcsőházi elszámolásokban kimutatott adatokkal gondok vannak, ezekre a lépcsőházi elszámolásokra épül a szövetkezet teljes küldöttgyűlési anyaga, ez alapján készül a mérleg és az eredménykimutatás. Ha nem stimmelnek a lépcsőházi elszámolások, akkor az én megítélésem, az én véleményem szerint, akkor a mérlegben és az eredménykimutatásban szereplő adatokkal is gond van. Ennek a bizonyítására, hát nem tudom, hogy nem nagyon van időnk, de talán a mi lépcsőházunkat szeretném felmutatni. Azt mondja, nagy nevezen, hosszú levelezés után azt a tájékoztatást kaptam, hogy a vállalkozásokból befolyt összegeket, tehát a béleményekből, külső vállalkozás béleményekből, garázs üzlethelyiségekből befolyt összegeket, a szövetkezet mindig azt mondja, hogy visszaosztja a lépcsőházakra. Na hát a szövetkezet által közölt lépcsőházi kimutatásokban ez nem látszik. Holott nekem van egy 2004-es, akkor látszott, hogy a mi lépcsőházunkra, a Salétrom 15-re 144.188 forintot osztottak a béleményekből, egyéb bevételekből meg 33.000 forintot. Mi lesz a folytatás, Melinda? A folytatás az lenne, hogy itt a köztérben a következő... Meg úgy általában a perekben mi lesz a folytatás, vagy hát, hova képzeli el tovább így záró gondolatként? Semmiképpen annyi pénzünk, energiánk látszik, hogy rengeteg anyagot összegyűjtöttünk. Nyilván, hogy az a megítélésem, hogy a szövetkezet vezetősége az elévülésre játszik,
az a véleményem. De remélhetőleg tudunk majd olyan pert indítani a szövetkezet ellen, amikor teljesen át kell világítani a szövetkezetet. A törvényességi eljárásokban már bizonyosságot nyertek, hogy a szövetkezet nagyon-nagyon sok esetben jogsértően működtet, és jog törvénysértéseket követel. A következő lépés az az lenne, hogy szeretném bebizonyítani, hogy tulajdonképpen a lépcsőházi elszámolásokkal is nagyon-nagyon komoly gond van. Köszönöm szépen, folytatjuk a köztérben. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Én is nagyon szépen.